Iparfejlesztés. 5,5 milliárd forintos iparfejlesztési alapot hoznak létre Nyíregyházán. Bringa város. Harmadik alkalommal rendezték meg a kerékpáros szabadidő sportrendezvényt. Átadó. A Nyíregyházi Egyetemen 5 hallgató kapta meg a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! 5,5 milliárd forintos iparfejlesztési alapot hoznak létre Nyíregyházán. A jövő év januárjában induló befektetés ösztönzési alap a térség jövőjét is nagyban befolyásolja. Kizárólag magyarországi székhelyű és Magyarországon működő vállalkozásokat segíti. A Magyar Fejlesztési Bank stratégia partnerként tekint a Szabolcsi megye székhelyre. A jelenlegi 5 éves polgármesteri ciklus legfontosabb és legnagyobb feladata, hogy Nyíregyházán új, munkahelyteremtő, termelőszolgáltató beruházások valósuljanak meg. Ezzel a gondolattal kezdte dr. Kovács Ferenc a hétfői sajtótájékoztatót. Az elmúlt 10 évben komoly fejlesztések történtek a városban. Egy következő mértföldkő, hogy létrejön az 5,5 milliárd forintos iparfejlesztési alap, amelybe 5 milliárd forintot az MFP Invest DRT fektet be. A fennmaradó 500 millió forintot pedig Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és a XID befektetési ZRT 50-50%-ban biztosítja. Az, hogy ide eljutottunk, az megnyitja ezt a lehetőséget, ami Nyíregyháza előtt már régóta megállt, csak volt egy hiányzó láncszem. Én azt remélem, hogy ezzel ez a hiányzó láncszem a helyére került. És az elmúlt 10 évben a Nyíregyházán működő nagy cégek, nagy foglalkoztatók szinte mindegyike jelentős beruházást hajtott végre, több száz fős munkahelyteremtéssel, és most el tudjuk azt érni, mert a közlekedési infrastruktúrától kezdve az egyéb feltételek már biztosítottak, hogy új befektetők jöjjenek ide Nyíregyházára. Az iparfejlesztési alap januártól kezdi meg a működését. Az önkormányzat bízik abban, hogy már az első év is sikeres befektetésekkel zárul. Az ipari parkhoz kapcsolódó tavaly januárban indult fejlesztések következménye, hogy létszámban, tapasztalatokban és felkészültségben is partner tud lenni a jövőben Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. A Magyar Fejlesztési Bank stratégiai partnerként tekint a Szabolcsi megye székhelyre. Az MFB 2019-ben döntött úgy, hogy szoros együttműködéseket köt különböző városokkal. Debrecen, Székesfehérvár, Kaposvár esetében már szintet is léptünk, itt mellettem ülő MFB Invest, illetve Bugács Csaba és a kollégáinak a segítségével. És szerencsére azt mondhatom, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, hiszen vannak olyan elkötelezett polgármesterek, mint itt mellettem ülő a polgármester úr és Nyíregyháza, akik azt gondolják, hogy nem csak azt az 5 éves ciklust úgy kell elvégezni, hogy az ember politikai nyomot hagyjon, hanem egyúttal gazdasági nyomot is hagyjon. Ez a gazdasági nyom pedig nem más, mint hogy olyan munkahelyteremtő beruházásokat valósítsanak meg, amelyekkel a várost és a városnak a környezetét építeni lehet. A munkát rekordgyorsasággal 3 hónap alatt elvégezték. Ennek eredménye a hétfőn bejelentett Nyíregyházi befektetés ösztönző iparfejlesztési alap létrejötte. Az MFB Invest ZRT vezérigazgatója kiemelte, nem volt még példa arra, hogy egy városvezetés is beszálljon a tőkébe. Nyíregyháza ezt 250 millió forinttal egyedüliként tette meg eddig. Magáról az alapról azt kell tudni, ez 12 évre alapítódik az alap, 7 év befektetési időszak és 5 év az exit, tehát 7 év alatt. A másik nagyon fontos, hogy ez az 5,5 milliárd, mindig el szoktuk mondani, az előzetes felmérések alapján, amelyben majd nyilván István fogja elmondani, nagy beruházásokat tervez az alap, tehát alapvetően 6-7 beruházást, ilyen 900 milliós összegbe befektetni kíván majd. A másik, amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ez Nyíregyházás vonzás körzetét jelenti, ugye és minden magyarországi székhelyű Magyarországon bejegyzett társaságot is várunk, tehát itt nem kell, tehát bárki jöhet Magyarországról, bármelyik részéről. Többek között potenciális autóipari beszállítókat, vagy az ahhoz tartozó gumiipart, elektronikai ipart, esetleg gyógyszeripart várják, hogy megtelepedjenek Nyíregyházán. Az iparfejlesztési alapkezelője pedig a Xanga magántőke alapkezelő ZRT lesz.
Az elmúlt, hát elmúlt 50 évben, de amióta az eszemet tudom, gyakorlatilag várjuk itt a keleti régióba az úgynevezett nagybetűs befektetőket, akik ugye letelepülve gyárakat fognak létrehozni. Én azt gondolom, hogy most az elmúlt 2-3 évvel megtapasztaltuk, hogy ez a nagybefektető megérkezett, és számtalan cég érdeklődik a régió iránt. A projektekről egy befektetési bizottság dönt majd, amelyben az önkormányzat, az MFB Invest és a Xanga csoport delegáltjai különböző létszámban vesznek részt. Immár harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a 2018-ban hagyományteremtő céllal létrehozott kerékpáros szabadidős sportrendezvényt. A kedvezőtlen időjárás ellenére közel 500-an vettek részt a Bringaváros sporteseményén, és gyűjtötték a pecséteket a bringapontokon. A rendezvény keretében 13-an regisztrálták kerékpárjukat a szépségversenyre. A lájkok segítségével hétfő 20 óráig várják a szavazatokat a legegyedibb, legkülönlegesebb vagy legszebb kétkerekűekre a Nyíregyháza megyei jogú város Facebook oldal segítségével. A kedvezőtlen időjárás ellenére közel 500-an vettek részt a sporteseményen és gyűjtötték a pecséteket a város különböző pontjain felállított bringapontokon. Többen kihasználták a meghosszabbított regisztráció lehetőségét, így az eső elálltát követően vágtak neki az állomásoknak, és fedezték fel városunkat a kerékpárutak mentén. Akik legalább 5 pecsétet összegyűjtöttek és visszatértek a regisztrációs pontjukra, délután felvehették ajándékaikat, ami idén Nyíregyháza feliratú láthatósági mellény is kulacs volt. Az idei év új állomásán az MVP ponton külön ajándékokat is lehetett kapni. A rendezvény keretében idén is kerékpár szépségversenyt hirdettek, melyre 13-an regisztrálták bringáikat a Kossuth téren. A legegyedibb, legkülönlegesebb vagy legszebb biciklikre lájkokkal lehet szavazni szeptember 28-a hétfő 20 óráig Nyíregyháza megyei jogú város Facebook oldalán. A nyertes a Bringasziget által felajánlott 20.000 forintos vásárlási utalványban részesül. A szervezők ígérik, Bringaváros lesz jövőre is, remélhetőleg kedvezőbb időjárási körülmények között, és így még többen fedezik majd fel városunk szép pontjait, várhatóan 2021. szeptember utolsó szombatján. A 2020-2021-es tanévben a Nyíregyházi Egyetem 5 hallgatója nyerte el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. A havi 40.000 forint támogatásban részesülő hallgatóknál figyelembe vették a kiváló eredményeik mellett az oktatói ajánlást és többek között a szakmai, tudományos és az önkéntes munkát is. Gratulálok. Éppen az oklevelét veszi át Derzsenyi Gabriella, a Nyíregyházi Egyetem negyedéves angol és biológia szakos hallgatója, aki a televíziónknak elmondta, nagyon büszke a tanulmányi eredményére, mert az a 4 év alatt egyszer sem ment a 4,7-es átlag alá. Amellett, hogy rengeteget tanulok, készülök a vizsgákra, közéleti, illetve demonstrátori tevékenységet folytatok, a tanulmányi osztályon demonstrátorkodom, tehát jobb keze vagyok úgymond az ottani ügyintézőknek, nagyon sok szabadidőmet ott töltöm, hogy tudjak nekik úgymond segíteni. A másik dolog pedig, hogy a közéletben is próbálok részt venni. Tagja voltam, illetve tagja vagyok az ELSEN Nyíregyháza Candidate Sectionnek, ami röviden a külföldi hallgatók életét próbálja könnyíteni, illetve színesíteni itt Nyíregyházán. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy tanéven keresztül jár, és havi 40.000 forint anyagi támogatást jelent a legkiválóbb hallgatóknak. A felsőoktatási intézményekben tanulók kimagasló tanulmányi teljesítményükért kaphatják meg az ösztöndíjat. A pályázatok elbírálásánál azonban figyelembe veszik a tanulmányi teljesítmény mellett a szakmai és tudományos munkát, az önkénteskedést és a kampuszok hírnevét öregbítő, vagy a szellemi életét színesítő tevékenységeket is. Továbbá fontos, hogy a hallgatók teljes idejű nappali képzésben vegyenek részt, és legalább 55 kreditet meg is kell szerezniük. Kiemelkedő tanulmányi teljesítmény kell, az a 4,51. Nagyon fontos, hogy az elmúlt 2 félében nem lehet elégtelen jegyük, és a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény mellett valamilyen területen, akár szakmai munkában, tudományos munkában, sportteljesítményben, önkéntes munkában vagy közéleti szereplésben kiemelkedőnek kell lenni. Ezt minden évben a Nyíregyházi Egyetem Diákjóléti Albizottságához pályáznak a hallgatók. Ők döntenek, javasolnak a szenátusnak, és a szenátus
amennyiben elfogadja a javaslatokat, akkor tovább terjeszti az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterének. Az ösztöndíjjal a hallgatók a tanulmányaikat is könnyebben tudják finanszírozni, amelyhez a Nyíregyházi Egyetem több más tanulmányi és szociális ösztöndíjjal is hozzájárul. Kibertámadás érte az egészségügyi intézmények rendszereit. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház nevében küldtek e-maileket, amelyek tárgyában a koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkoztak. A kórház munkatársai múlt hét elején vették észre, hogy bár valós leveleket kaptak valós tartalommal, valami mégsem stimmel. Az egyik kollégánk vette észre, hogy valamilyen baj van a levelezési rendszerrel, ezt rögtön jelezte az informatikának, utána a többi kollega is, akik még találkoztak abban az órában ezekkel a levelekkel, jelzésre fordultak az informatika felé, vagy a vezetőik felé. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet a Facebook oldalán hívta fel a figyelmet, hogy kiberbűnözők a koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit. Tájékoztatójuk szerint az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház nevében küldik az e-maileket. A levelek tárgyában és a csatolmányokban jellemzően a járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkoznak, a levéltörzsben pedig valódinak tűnő, korábbi levelezésre való hivatkozással próbálják meg elérni a csatolmány megnyitását. A probléma észlelésekor azonnal körímia ment minden felhasználó felé, hogy ne kattintsanak mellékletekre rá, ne is megnézzék meg az e-mail címet, mert hogy valós névvel kezdődött az e-mail cím, csak nem a kórházunknak az e-mail címével fejeződött be, hanem egy ismeretlen végződése volt ezeknek az e-mail címeknek. Innentől kezdve mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, törölnie kellett ezeket a leveleket, úgyhogy belső levelezésből indult ki. Az informatikusok rögtön neki láttak megoldani a problémát. Az intézmény vírus felismerő programjai először nem ismerték fel a vírust. Frissítés után sikerült helyreállítani az egészségügyi intézmény levelező rendszerét. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt javasolja, érdemes a levelező rendszerek többfaktoros bejelentkezését választani, hosszú és összetett jelszavakat használni, amelyek tartalmaznak kis és nagy betűt, számot, speciális karaktert, de ezeket a jelszavakat is ajánlott időközönként lecserélni. A tavasszal esedékes könyvtárosok világnapját most szeptember végén tartották a Móricz Zsigmond könyvtárban. Hamarosan jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Két személygépkocsi ütközött össze a Korányi Frigyes úton vasárnap délután. A felek a felelősség kérdésében nem tudtak megegyezni, a hatóság segítségét kérték. A nagyerejű ütközésben személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős volt. Két személygépkocsi koccant össze hétfőn reggel a Szarvas utca végén. Egy tolató jármű vezetője nem vette észre a mögötte mozgásban lévő autót. Hogy ezzel az autóval elkerülje az ütközést, belehajtott egy parkoló járműbe. A rendőrség segítségét kérték a sofőrök itt is. Tisztítási munkákat végez a Feti vízig az Ér folyó Nyíregyházán átvezető szakaszán. A folyóban rengeteg a hulladék, a medréből több zsáknyi szemetet, ruhaneműt és háztartási hulladékot szedtek ki a szakemberek. A következő napokban esős idő lesz, ezért is kiemelten fontos, hogy tiszta legyen a folyó. Állampolgári bejelentést kapott a Nyíregyházi Közterület felügyelet, miszerint a Kálói utca Tündei utcai csomópontnál több köbméternyi illegálisan lerakott zöld hulladék van. A hatóság számára egy rendszámot is megadtak, elvileg egy jármű hordja oda a hulladékot, ezen túl rendszeresen ellenőrzik a területet a szakemberek. A Csendes János életmű díjat Vancsisin Ilonának, a könyvtári kultúráért kitüntetést pedig Bede Józsefnének ítélte a Magyar Könyvtárosok Egyesület megyei szervezetének kuratóriuma. Hétfőn pótolták a tavasszal elmaradt díjátadó ünnepséget. Úgy élni, mint a fák, igen, munkában szüntelen, termést nevelni, bármilyen kicsit, óvni, mint megízesedni. Ratkó József versével köszöntötte az ünnepelteket a Bonyini Antal Anna könyvtáros tanár. Ezután Hamvas Bélát idézte, aki szerint senki nem nyúl úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros, oly csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl, tengerhez, asszonyhoz, földhöz.
Ez ma is igaz, bár a 21. század könyvtárosa sokkal több ennél. Járatos a digitális világban, szkennel és online programot szervez. Emellett őrzik a hagyományokat is, megbecsülik az elődöket. Ma délelőtt fogjuk átadni azt a két díjat, amelyet 13 évvel ezelőtt, pontosan 2008-ban alapított a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Azon könyvtáros kollégák elismerésére hoztunk létre két díjat, akik a könyvtári kultúra területén kimagasló eredményt értek el. Az egyik díj az aktívaknak szól, a másik pedig a nyugdíjas kollégáknak. A Csendes János életműdíjat a Móricz Zsigmond könyvtár ma már nyugalmazott szaktájékoztató könyvtárosának, Bancsisin Ilonának ítélte a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének kuratóriuma. Hálás vagyok azért, hogy könyvtáros lehettem. Szerencsésnek mondhatom magam mindazért, hogy 40 évig azt csinálhattam, amit szerettem. Nietzsche azt mondja, hogy a hivatás az élet gerince. És én ezt így is éltem meg. Nekem nagyon sokat jelentett a könyvtár. 1976-ban 19 évesen beléptem a könyvtár kapuján, és 2016-ban 40 év múlva kiléptem. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy az egész életemet áthatotta. Megtaláltam az igazi hivatásomat, és azt hiszem, hogy ezzel meg is változtattam az életemet. Amíg aktív korúak kitüntetésem, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díj, melyet Bede Józsefné, a József András Oktatókórház Kállai Rudolf orvostudományi szakkönyvtárának vezetője kapott. Az egészségügyi állományunk tekintetében nagyon sok főiskolai hallgató, a rezidensek, a dolgozóink, akiknek ugye tovább kell tanulni, tehát nagyon sok feladatunk van. Ebben a covidos helyzetben nagyon sok az online információkérés. Eddig is sokat változott az egészség, a szolgáltatásunk, mert elfoglaltak az emberek. Tehát leginkább telefonon, e-mailben kérnek tőlünk anyagokat, és mi szkennelve küldjük vissza nekik. A közvélemény szerint a könyvtáros verseket és regényeket olvas. A mostani kitüntetett és kollégái rendkívül tájékozottak az egészségügy, orvostudomány területén is. Több adatbázis előfizetést kezelnek naprakész információkkal, melyet az orvos akár az ágy mellől is megnyithat saját telefonjáról, és azonnali választ alá kérdéseire. Emellett sokan tudják már, hogy a Kállai Rudolf nyilvános közkönyvtár, melyben működik a Móricz Zsigmond könyvtár, könyvtárpont szolgáltatása is, tehát szinte minden elérhető ott, mint a központi intézményben. Hazai környezetben játszott a férfi kézilabda NB1B-ben a nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások vereséget szenvedtek a Békéstől. Helebrand Máté újabb bajnoki címet szerzett. A gyalogló 20 kilométeren nyert. Békés Csabán rendezték a gyaloglók 20 kilométeres országos bajnokságát, ahol a nyíregyházi Helebrand Máté is rajthoz állt, bár az atléta az elmúlt években már inkább az 50 kilométeres versenyszámot részesítette előnyben, most a rövidebb távon is magabiztosan győzött 1 óra 23 perc 22 másodperces idővel. A rajt után rögtön az érre állt, és szinte végig egyedül kellett mennie. Az erős szél nagyon zavaró volt a versenyzők számára, és Helebrand Máté végül másfél perccel előzte meg a második helyezettet. 2-0 ponttal álló csapat találkozott a Continental Arénában a férfi kézilabda NB1B-ben. Persze ezen nagyon nem lehetett csodálkozni, mivel a kékmezes nyíregyházi KC csak egy, a vendég Békés egy meccset sem játszhatott eddig a járvány miatt. A miénk kezdtek jobban és 2-0-ra vezettek, de aztán jött egy hosszas gólcsend, melyet kihasznált a Békés, és fokozatosan meglépett. Ebben az is segítette a vendégeket, hogy sokat játszhattak emberelőnyben. A szünetben 5 gól volt a különbség, fordulás után megint 2-0-val kezdtek a miénk, de Pajkó kapus a Békésnél elkapta a fonalat és a kapura lőtt labdákat is. Elandósult a 4-5 gólos különbség, majd a sok hazai kiállításnak hála, 20 percet volt emberhátrányban a csapat, a végére elfáradt, így a Békés biztosan győzött, főleg annak köszönhetően, hogy az NKC sok támadást rontott. 2-1-re győzött a Nyíregyháza Spartacus a hétvégén a labdarúgó NB2-ben, a Spari a Szent Lőrinc ellen nyert idegenben és már harmadik a tabellán. A csapat a hétvégén a haladást fogadja a következő fordulóban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden.
5,5 milliárd forintos iparfejlesztési alapot hoznak létre Nyíregyházán. A jövő év januárjában induló befektetés ösztönzési alap a térség jövőjét is nagyban befolyásolja. Kizárólag magyarországi székhelyű és Magyarországon működő vállalkozásokat segíti. A Magyar Fejlesztési Bank stratégia partnerként tekint a Szabolcsi megye székhelyre. Immár harmadik alkalommal rendezték meg szombaton a 2018-ban hagyományteremtő céllal létrehozott kerékpáros szabadidő sportrendezvényt. A kedvezőtlen időjárás ellenére közel 500-an vettek részt a Bringaváros sporteseményen, és gyűjtötték a pecséteket a bringa.com. A rendezvény keretében 13-an regisztrálták kerékpárjukat a szépségversenyre. A lájkok segítségével hétfő 20 óráig várják a szavazatokat a legegyedibb, legkülönlegesebb vagy legszebb kétkerekűekre. A Nyíregyháza megyei jogú város Facebook oldal segítségével. A 2020-2021-es tanévben a Nyíregyházi Egyetem 5 hallgatója nyerte el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. A havi 40 000 forint támogatásban részesülő hallgatóknál figyelembe vették a kiváló eredményeik mellett az oktatói ajánlást és többek között a szakmai, tudományos és az önkéntes munkát is. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!